Most már másra vágytam, mint amit 15 évig gyakoroltam, tanultam, működtettem a multinacionális világban. Ne a profit határozza meg a dolgokat, hanem a főszereplő az a termelő legyen, és a főszereplő az az legyen, aki valóban megdolgozott azért, hogy ez a krumpli, az a tejföl, az a tej, az a lekvár, az a bármi a lehető legjobb minőségben eljusson az emberekhez. Következő. Egy kiló sárgarépát látok, egy kiló krumplival, 0,1. Voltak emberek, akik kifejezetten hát nem értették azt, hogy én mégis miért csinálom. Én ezt abszolút szerelemből csinálom, hogy végre valami ne csak a pénzről szóljon. Az utóbbi mondjuk ilyen fél egy évben hihetetlen mennyiségű embert érdekel ez a fajta alternatív vásárlás, és azt gondolom, hogy ennek sok oka lehet. Ahol tényleg mindenki nyertes, nem csak papíron. A termelő is, és a fogyasztó is nyertes. Úgy lehet termékekhez jutni, hogy az ember egy rendeléslistáról választ, beírja azt az adott terméket, amit szeretne hazavinni. Ez jó pár nappal az elvitel előtt történik meg, és mi csak annyit szállítatunk, vagy annyit hozunk be a szatyorba, ahány megrendelés volt. Na, figyelj, most nem értem, te rendeltél olajat, de minek? Főként organikus termesztésből származó élelmiszerek ezek. És az is fontos, hogy nem messziről jönnek, mert így kevés üzemanyag kell a szállításukhoz. Ez nem kereskedelmi tevékenység, mi egy egyesület vagyunk, és ez annyit jelent, hogy a termelőktől megvásárolt árukat non-profit áron adjuk tovább. Ez azt jelenti, hogy nem keresnek rajta semmit. Mindenki önkéntes alapon dolgozik benne. Én például a bor beszerzésében segítek. Elküldöm a rendelést a borásznak, aztán futár szállítja hozzám az árut. Nem csak a szatyorét, hanem a szomszédaimnak is hozatok, meg magamnak is. Most bemegyek a szatyorba, és viszek oda ebből a borból. Tulajdonképpen miért csinálom ezt? Nagyra tartom a borászt, plusz másoknak is juttatok ebből a borból, ami sokkal jobb, mint amit a boltban ennyiért lehet kapni. A Noha stúdióban vagyunk, a 13. kerületben. Gyerekeknek, felnőtteknek ilyen képzőművészeti programokat ajánló hely. Hosszú helykeresés után itt találtuk meg a helyünket. Így a világról való látásmódunkban nagyon passzol az, amit a Noha csinál, meg amit a szatyor is. Vettem bort, hogy az üzletben, amit lehet kapni, azok 200 forintba kerül közel a palackozás meg a dugózás, és teljesen fölöslegesnek tartom azt kifizetni, hogyha úgyis megiszom, és egy ilyenbe is hazavihetem. Ez is palackozva van. Jó, de ezt ugyanúgy visszahozom jövő héten, és ebből lehet tölteni. A szatyorban önkénteskedik egy nagy áruház korábbi igazgatója is, aki azért mondott fel a munkahelyén, mert elege lett abból, amilyen ma a kereskedelem. Hiányzik az emberközpontúság belőle. Tehát az ember az egy szükséges dolog benne, ilyen szükséges rossz. Az igazi érdekes dolog az a profit. Minden szakma egy önkifejezés az én olvasatomban. Az mindegy, hogy mit csinál az ember, hogy előállít valamit, vagy forgalmaz valamit, vagy szolgáltat valamit, az mind egy önkifejeződés. Egy krimsajt natúrta nagyságos úrnak. Abszolút el tudom képzelni, hogy azok az őseim, akik kereskedők voltak, és most van a fejemben egy pár ilyen szereplő, ők körülbelül hasonló módon tevékenykedhettek, mint én, mivel hogy egy mikroközösségben dolgoztak, tehát kisvárosokban dolgoztak, és nem ilyen nagy üzemi termelésre álltak rá. A lényeghez tartozik, hogy a szatyor közvetlenül a termelőtől veszi az árut. Ez itt például egy pékség, amely szállít a szatyornak. Próbáljuk ezt az ilyen 50-70 kilométer közötti kört
nézni és onnan keresni a termelőket. Nem ugyanazt a minőséget kapja meg az ember, amit egy rendes közértben vagy boltban kaphat meg. Sokkal intimebb viszonyban áll a terméket előállító gazda, termelő bárki és a vásárló. A termékek előállításának módja is teljesen más. Tehát nem ugyanaz a nagyüzemi módszer az, amivel ők dolgoznak. Szereti csinálni ezt? Szeretem csinálni, igen. Azért az ritka, azt tudja, nem? Csomagolásra szeretem csinálni. Leszedni a konyháknak is. Sőt, szeletelni szerettem a kenyeret. Ha valaki szeretne a környékbeli termelőktől vásárolni, akkor maga is szervezhet szatyor közösséget, az alapítók szívesen segítenek. Csak bizonyos elvekhez tartania kell magát. Szeretnénk támogatni, hogy máshol is helyi szinten létrejöjjenek olyan ilyen kezdeményezések, amik hasonló alapelveket vallanak, de mondjuk lehet, hogy a második kerületben van, vagy éppen a 18-ban. Hát, hogyha valaki meg akar szervezni egy ilyen kört, akkor mindenképpen embereket kell gyűjtenie maga köré, és ezek az emberek nem csak hogy vásárlók, hanem olyanok is, akik részt vesznek abban a munkában, ami így az elosztásról, illetve az ezzel kapcsolatos adminisztrációról szól. Már van Kecskeméten is szatyor, Molnár Zoltán az egyik szervezője. Mennyi ideje van? Ez most 4 hete Pesten fönn voltunk, kvázi továbbképzésen, akkor meg is alakultunk. Én most így próbálom Kiskunfélegyházan és Szegeden is ezt szervezni, keresem azokat az embereket, akik értik ennek az értelmét, a gondolatvilágát, és szeretnének ebbe szervezéssel foglalkozni, ez egy nagy szervező munka.